Elkövetkezett a első mondó verseny zárása, és felkérem a zsűri tagjait, hogy értékeljék egy pár szóval a mai verseny, és majd utána a díjátadás következik. A díjakat átadja Horváth Ildikó, a zsűri elnöke, és Vaslászlóné Zita, a Pannon Nyugdíjas Egyesület elnöke. Hát én akkor kérem az értékelését. Szeretettel köszöntöm Önöket április közepén a Költészet Havában, hiszen tudjuk, hogy a országunk, szép hazánk költők nemzete, hiszen rendkívül sok költő van. Annál nagyobb örvendetes dolog, hogy sok versmondó is van itt Magyarországon, különösen Győrött, hiszen kiváló alapokat kaptunk, mi versmondók is, most engedjük meg, hogy magamról beszéljek, és idézem Perédi Lászlót és Zészabó Lászlót, Takács Lászlót, akitől sokat-sokat tanulhattunk. Örvendetes az, hogy önök is szeretik a verset, és felfedeznek új verseket, hiszen mindig, minden évben találkozunk új költeménnyel, új verssel. Ez azt jelenti, hogy önök olvasnak, utána mutatnak, nézegetnek, könyvben vagy neten fedeztek fel. Én most a hétvégén a Marosúton sétálva a verseket lobogtató szélben 3-4 címet is felírtam, mert megtetszettek és nem ismertem azokat a verseket, amiket tudatban íroztak. Felvetődik az, hogy jó-e, ha ismert verset mondunk az előadáskor. Most arra gondolok, hogy 3 totál pár vers, azonos vers hangzott el, tehát az esti sütárkozó. Persze mindenki ezt másképp mondja, hiszen más egyéniség, az egyéniségét adja a vershez. Vajon akkor, ha esetleg nagyon jól ismerjük a verset, és megbotlik az ember, téveszt, feleznek fel újakat, de hát vannak persze örökérvényűek. Jászai Mari könyvében olvastam, hogy a vers számos beszéd. Úgy kell előadnia az előadónak, hogy láthatja önmaga által a hallgatóságát is. Hát erre találtunk szép példát önök között. Jó volt hallgatni. És elhangzott a bevezetőben, hogy a versmondás az szeretet, élmény. És önök ezt itt mesterfokon művelték. Legyen a saját vers, legyen az a költők által hozott vers. Ha tanácsot adhatunk, hiszen a tanácsokból, hibákból is lehet tanulni, nagyon ügyesen Gizikkel kezében tartotta a szöveget, akarom mondani összetekerve, de egy biztonságot adott neki, és nagyon biztosan tudta a költeményt, de mégis, hogyha megakadt, hiszen volt rá példa, hogy megakadtunk. Megmondom azt a jó 30-40 évvel, 40, nem is tudom hány évvel ezelőtt a saját élményemet, amikor szexáltam Babics Mihály szülővárosában voltam versmondó versenyen, és 4-szer akadtam meg, írtul a Óda egy jól működő tanyasikájához című versével. 4-szer, bevallom. Ilyen előfordul. Tehát nem baj, ha ott van a kezünkben a költelmény, és esetleg belenézhetünk. Minden esetre élmény volt önöket hallgatni, élmény volt, akik eladtak verset nekik is bizonyára, és gondolom, hogy valamennyi hallgatónak jó esett mindez, ami itt a mai nap történt. Én nem is szakorítom a szót, megkérdezem a zsűri tagjaimat, hogy kívánnak-e szólni. Feri, Laci? Én igen, de csak az eredmény hirdetés után. Igen, igen, természetesen szakmai tanácsot szívesen adunk valamennyinknek. És akkor mielőtt hirdetnénk még, Feri szól. Jó napot kívánok! Én is sok szeretettel köszöntöm a kedves versenyzőket és a hallgatókat. Én egy kicsit messzebbről indulva, de nagyon röviden, csak annyit szeretnék mondani, hogy elég zajos agresszióktól, feszültségektől, konfliktusokkal teljes világban élünk. És valahogy ezt a világot egy kicsit meg kell gyengíteni, hogy önmagunkhoz lejjünk. Novalis, német filozófus,
milyen szépen fogalmazza meg akkori világot, de a mai lelkünket, azt írja, a világot romantizálni kell. Így találjuk meg ismét az eredeti értelmét. Ha a közönségesnek magasabb értelmet, a megszokottnak titokzatos külsőt, a végesnek a végtelen látszatát kölcsönzöm, romantizálom azt. Kedves hallgatóság, kedves részvevő, nagyon sok, van egy kedves mondás, hogy nem újjon el egyetlen nap nevetés nélkül. Herbertel Kasszon mondta, én ezt módosítanám, nem újjon el egyetlen nap versorok nélkül. És hogy a régiek is már milyen fontosnak tartották a verset, én tegnap este kezembe került a 9 múzsa, ugye a mítoszoknak a megszemélyesítői, és képzeljük el, hogy a 9 múzsából 4 a költészethez kapcsolódik. Az epikus költészeté az egyik, Kalliope, a himnikus költészeté, Polihymnia, a lírai verserész, Euterni, és a szerelmi költészeté, ugye a közismert Erátó. Tehát a 9 múzsából is 4 érinti a költészetet, tehát hogy milyen fontosnak látjuk ezt is érezzük. Én a versenyzők közül nagyon örömmel láttam, én nagyon szeretem a derűs verseket, ami vidámságot szerez magunknak és a hallgatóságnak, és most előző években nem szokott lenni, és most voltak derűs versek, ami egy kicsit a lelket simogatták jobban, és mosolyt szereztek az arcokra. Ahogy Szépernő mondja, tündér járt az arcon, tündér járkálás az arcon a mosoly, és ezt mi átéreztük, ez jó volt. A versenyzők hozták, amit tudtak, felkészültséget, és hogyha néha van akadás, én szerintem az nagyon előfordul és része az életünknek, de ezért túltették magukat, és köszönöm, én nagyon köszönöm, hogy vállalják a megmérettetést, és köszönjük szépen, és további sikereket kívánok minden versenyzőknek, a kedves közönségnek pedig hasonló vers szeretetet és vers hallgatást.